Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Lukács Balázs vagyok, és Arany Ildikó kolléganőmmel közösen az EquadVance projekt keretében a mai napon Ecseri Zoltánnal készítünk interjút az általuk, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület által végzett restaurációs projekt tapasztalatairól. Zoli, megtennéd, hogy bemutatod a két projektet, amiről beszélgetnénk? Kettő darab live projektről van szó, két egymásra épülő live projektről. Az első 2009-ben kezdődött és 2013-ban fejeződött be sikeresen, annak az volt a címe, hogy Szikes-tavi élőhely rehabilitáció a Hortobágyon. Célunk az volt, hogy a Balmazújváros környékén található szikes vizes élőhelyek közül egyet, amelyik elpusztult szikes-tavi státuszban van, próbáljunk rehabilitálni. Eddig nem történt szikes-tavi rehabilitáció Magyarországon, ez volt az első kísérlet. Szerencsésen befejeződött, és a céljaink az volt elsődlegesen, hogy megszüntessük a lecsapoló rendszereket, ami az elsődleges problémát okozta az élőhelyeknél. Ezek a lecsapolók, csatornák leszárították a területet. Ezt teljesen betemettük, felszámoltuk, zsilipekkel egy picit ide kormányoztuk, megtartottuk a csapadékvizet, és az volt az elképzelésünk, hogy mivel megszűnik a lecsapolás, akkor a természetes csapadékvíz minden évben vissza fogja tölteni a tavakat a megfelelő szintre, és így gyakorlatilag kis beavatkozással működni fog hosszú távon az élőhely rehabilitáció. Több elemből áll, több vizes élőhelyet érintett, de az idő azt igazolta, hogy csak a nagyszik esetében tudtunk csapadékvizet megtartani valamilyen szinten. Ez a klímaváltozásnak olyan mértékű hatása következett be a Hortobágyon, a tájunkban, hogy a csapadékvíz a téli csapadék megszűnésével teljesen kiszárította a területeket. Magyarul a lecsapoló rendszer megszüntetésével sem kerültek referencia állapotban. Tehát gyakorlatilag nem volt elegendő téli csapadék, ami feltöltötte volna a tavakat, ezért egy új elképzelésben kezdtünk bele. Az pedig az volt, hogy már olyan mértékű a probléma, a kiszáradás a Hortobágyon, annak ellenére, hogy ezek a területek természetesen védettek, Natura 2000-esek, mindenféle védettség alá esnek, ennek ellenére a természeti állapot a romosan romlott a kiszáradással, ezért az volt az elképzelésünk, hogy ide olyan mértékű már a csapadék hiány, hogy be kell kormányozni valahogy vizet, hogy fenntartsuk a rendszert. Ennek érdekében meg elkészítettük a második ütemét ennek a pályázatnak, ami jelenleg is tart, második évben vagyunk, ennek a címe a Szikes Vizes Élőhely Láncolat Life. Két dolog volt, ami célul tűztük ki. Az első, a legfontosabb, hogy ezt a rendkívül mértékű csapadék hiányt megszüntessük. Ezt úgy tudjuk kivitelezni, hogy tága vízgyűjtőről ide kormányozzuk a vizet. Balmaz környékén 15 vizes élőhelyről van szó. Az első live biztosította azokat a kereteket már, hogy a magyarul már a lecsapoló rendszereket megszüntettük első ütemben. Tehát gyakorlatilag ez a pályázat ráépül erre, felhasználja annak az eredményeit, a lehetőségeit kihasználja. Egy picit ugye második ütemben hozzáteszünk ez az előző live-hoz, sokkal kevesebb pénzből tudunk nagyobb hatást elérni, a két pályázatnak a hatását úgymond összerakjuk. Tehát bekormányozzuk a vizet, és felmértük, hogy 28 fizikai akadálya van annak, hogy a 18 vizes élőhelyhez nem tud eljutni. Ezt a 28 fizikai akadályt természetesen megszüntetjük majd a pályázat során, és összekötjük fizikailag is ezeket az élőhelyeket. Tehát, amit a legújabb tanulmányok mutatnak, hogy a legnagyobb diverzitást akkor tudjuk elérni, ha összeköttetésben vannak, fizikai összeköttetésben a vizes élőhelyek, és egy láncolatot alakítanak ki. Madarak a elsődleges célcsoport, de természetesen más EU-ban fontos fajok védelméről is szó, de elsődlegesen vizes élőhely rehabilitációról van szó. Köszönjük. Nagyon érdekes, hogy igen, itt nagyon egyedi, hogy a két projekt így egymásra épül, hogy az úgy nem várt változó, a klímaváltozás az utóbbi időszakok nagyon száraz aszályai tették, vagy készítették ki, hogy a konnektivitás megvalósuljon, tehát hogy mesterségesen is segítsék
a víznek az eljutását ezekben egyébként magán önálló vízgyűjtővel rendelkező vizes élőhelyekhez. Voltak az új pályázat meg a régi pályázatnak a lebonyolítása során voltak olyan aspektusok, amikre nem tudtatok tervezni, vagy nem gondoltatok a tervezés során, és amivel már a megvalósítás során néztetek szembe, vagy kellett valami megoldást találni? A problémát a pályázat az okozza elsősorban, hogy közel van Balmazőes település. Ez egy 20 000 fős kisváros. Tehát egyértelmű, hogy az itt élő lakosok viszonya a projekthez eltérő. Nagyon sokat foglalkozunk azon, hogy meggyőzzük őket, hogy ez a klímavédelmi szempontból nagyon fontos a lakosságnak is, hisz egyértelmű egy vizes környezet az a légköri aszályt csökkenti, megköti a szállópor koncentrációját, és egyéb ökoszisztéma szolgáltatásokkal a városnak, a város lakóinak pozitív hatással fog jelentkezni, tehát pozitív hatásai lesznek. Ugye ez egy nagyon nehéz feladat, és emiatt, mivel közben politikai választások vannak, érdekes módon az előző projekt időszakában is beesett egy önkormányzati választás, és a mostaniban is beleesik. Ezért bizonyos szereplők természetesen ezt fel tudják használni, és fel is használják a politikai kampányok során, pozitív, negatív konszenzusban, ami nem jó. Tehát igazából az lenne a szerencsés, ha a beruházásnak az engedélyes terv, az egy víz, egy rehabilitációs terv, amit ha lefordítjuk most a jelen pillanatban érvényes jogszabályokra, akkor az egy vízügyi beruházási terv, ugyanolyan, mint bármelyik, amit engedélyeztetni kell a hatóságokkal, és ez egy nagyon hosszú időszak, és mondom, a politika is beleszólhat, ami nem szerencsés a szakmán kívül, tehát kiszámíthatatlan az ideje, különösen egy választás beleesik ebbe a projekt időszakba. Tehát szerencsés az lenne számunkra, hogyha lenne olyan forrás, akár EU-s, vagy akár nemzeti, ami megelőlegezne különböző koncepciókat, vizes terveket, rehabilitációs terveket, hogy már érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezünk, és ezekkel pályázunk. De mivel ilyen nincs, nekünk ezt bele kell rakni magába a live pályázati időszakba, magát a engedélyes tervnek a kivitelezését, erre szoktunk hagyni egy kis plusz évet ide-oda, de az mindig el is veszi. Így 1-2-3 évig is eltart, mire belekezdhetünk a rehabilitációs munkába, és egy 5-6 éves projekt időszakban ugye az eredmények, már csak 1-2 éves időszak eredményeit tudjuk nézni, ami nem mindig elegendő egy normális pályázatnak a megítéléséhez. Tehát összefoglalva azt mondom, hogy a problémát az okozza, hogy nincs meg ez a vízügyi engedélyes tervünk a pályakezdésnél, csak egy koncepciónk van, egy egyeztetett, mindenkivel egyeztetett koncepció, ami sokat változik. Önmagában az egésznek a koncepcióban nem változik, csak azok a kis változások, amik nem okoznak döntően a cél elérését befolyásoló tényező, nem lesz, hanem csak annyi, hogy az időt nagyon eltolja a megvalósításhoz. Hát igen, ez érdekes, meg tényleg nem nehéz ezt kiszámolni, vagy kalkulálni, és ugye elhangzott, hogy a célcsoportok, az érdekelt felek, akik a pályázati területen gazdálkodnak, vagy tevékenykednek, hogy milyen konfliktusok vannak. Ha már itt tartunk, mik voltak a célcsoportok, és hogyan tudtátok esetleg érdekeltté tenni, bevonni a pályázatnak a megvalósításába őket? A live pályázatoknak a kivitelezése során elvárt, hogy minden egyes érdekelt stakeholdert bevonjunk valamilyen szinten. Tehát ez úgymond egy majdnem ilyen kötelező elem, de annak ellenére egy nagyon fontos számunkra, hogy be is vonjuk őket, hisz amit mondtam, ennek a kiküszöbölésére, hogy ne legyenek ellenérdekeltek, és a szövetségeseink száma nőjön, ahhoz nagyon fontos. Illetve a pályázat megvalósítása során is nagyon fontos elemek vannak, vagy stakeholderek érdekeltek vannak, ilyenek a gazdálkodók. Mi mindig azt mondjuk, hogy a gazdálkodók már rendelkeznek, legeltetést végező gazdálkodókról van szó a területen. Ezt konkrétan is meg tudjuk mondani, hogy 13 ilyen gazdálkodó kisebb, nagyobb, közep, inkább kisebb, közepes szervezet van, aki tevékenykedik. Ugye a terület az egyértelműen állami terület, és ők bérlik az államtól, a Nemzeti Parktól ezeket a földeket, ami a projekt területnek a része. Na most ők rendelkeznek háziállattal, kapacitással, emberrel, sok mindennel, ami a legeltetést tudják biztosítani. Tehát ehhez több forrás nekünk nem kell biztosítani,
a live-ból, mert nekünk igazából az eszközkészletük erre megvan, és ezt fel is használjuk, és örömmel kapcsoltak a projekthez, hisz a célunk az, hogy a víz tartózkodási idejét 30 nap, 40 nappal megnöveljük, ami azt jelenti, hogy feltételezésünk szerint 30-40 nappal növelni fogjuk a legeltetési időszakot is. Gazdáknak ez azt jelenti, pénzben lefordítva, hogy kevesebb téli takarmányra lesz szükségük, ami egy kisebb, közepes gazdálkodónál ez 3-4 millió forint per évet is jelentett, tehát így szívesen csatlakoztak, hogy közösen kidolgozzunk egy olyan rendszert, amiben egy vizesebb környezetben legeltetéshez nem csak mi mondjuk meg, hogy hogy kell, hanem a gazdálkodók is beleállnak, és a végére egy közös koncepció, egy közös ajánlást teszünk akár az egész nemzeti park, vagy akár Magyarország területére. A másik csoport ugye a döntéshozók, a nemzeti park, a hatóságok, nekik egy tanácsadó testületet hoztunk létre, ahol elmondhatják a véleményüket a projekttel kapcsolatban, illetve az eredményeket a tanácsadó testületi találkozókon rögtön tudjuk nekik prezentálni, ők meg be tudják építeni, tovább tudják vinni az ő szakterületükhöz. Két okból jó ez, egy az, hogy segíti a munkákat, és van is egy kontroll felettünk, a másik oldalról partnerként lennének ők jók ebben, úgy, ahogy a gazdálkodók, de kapacitáshiány, forráshiány miatt nem tudnak partnerként részt venni ebben a pályázatban, de így is a szakmai tudásokat át tudják adni, tudnak segíteni, illetve mi pedig az eredményeket vissza tudjuk csatolni nekik elég gyorsan és felhasználható módon. Köszönjük. Érdekes, meg egy nagyon egyedi megközelítés, hogy nyilván már rögtön ez az advisory boardba való bevonás, bevonjátok az érdekelt feleket. Egy utolsó kérdésem lenne, hogy mit gondolsz, hogy mennyire segített, illetve nem is az, hogy mit gondolsz, hanem mennyire segített benneteket a nemzetközi, illetve a hazai jogszabályi környezet megléte, vagy azoknak a hiánya. Van-e esetleg valami olyan ötleted, vagy olyan tapasztalásotok, vagy a megvalósítás során felmerült-e, hogy hogyan lehetne javítani a jogszabályokat, hogy még effektívebben, vagy a ti munkátokat könnyebbé tegye. Mind a esetleg a stakeholderekkel, vagy a érdekelt felekkel való kiegyezés segíteni, vagy magának a műszaki beavatkozásoknak a megvalósítását segíteni. Hát jogszabályi hátterek elég jók most azért, ezt kell mondjam. Ez abból is látszik, hogy a hatástanulmány, mint kötelező elem, egész gyorsan átment, és nagyon pozitívan engedélyt kaptunk arra, hogy megvalósíthassuk a hatóságtól, tehát nincs jelentős környezeti hatása. Annak ellenére egy kicsit furcsa, hogyha egy nemzeti parki eredményt, egy nemzeti célját biztosító projektet viszünk véghez, ugyanolyan elbírálásra esik, mint mondjuk itt egy akkumulátorgyárat akarnak csinálni. Tehát ebben nincs különbség, hatás-hatás, és ennek a vizsgálatát nem tudjuk elkerülni. Ez szerintem, ez lehetne egy kicsit engedékenyebb. Illetve ugyanez vonatkozik a tulajdonosi hozzájáruláshoz. Ugye a pályázatnak még most a koncepció szakaszában vagyunk, de hamarosan következik a megvalósítási terv, amihez tulajdonosi hozzájárulást kell kérni, és a problémát egy kicsit Magyarországon az okozza, hogy a Nemzeti Park, mint vagyonkezelő ad hozzájárulást, hisz logikusan felmérte, hogy ez a céljait van megegyező, a természet érdekében történő, javító célú vizes élőhely rehabilitáció, tehát ezzel nincs gond, és most a hatóság is ezt alátámasztotta, de ennek ellenére mégis a tulajdonosról kell egy hozzájárulást kérnünk, hogy ő is járuljon hozzá ugyanehhez, ez a magyar állam, és itt azt jó lenne elérni, hogy ilyenkor a Nemzeti Park, vagy a vízügyi hatóság átvehesse a tulajdoni jogot, és az ő engedélye már a tulajdonosi hozzájárulással egyenlő arányú hozzájárulás lehessen. Ez nagyban segíteni a munkát, hisz itt igazából csak megint egy bürokratikus eljárásról van szó,
hisz a tulajdonos megkérte a Nemzeti Park, mint vagyonkezelőjét, hogy mi az álláspontja, és ő már, ha megadta ezt a hozzájárást, természetesen az az álláspontja, hogy igen, adja meg az állam is. Tehát igazából itt egy picit időhúzásnak látszik. Ez sokat javítana, akár fél évet is a gyorsaságon egy ilyen projektnek. Nekem is lenne egy kérdésem. Nem könnyű valóban a jogszabályok útvesztőjében navigálni, és ez egy nagyon értékes tapasztalat, amit most elmeséltél. Ha egy kicsit feljebbi szinten nézzük a szakpolitikai célkitűzések, stratégiák szintjét, különösen az EU-s szinten, vagy EU-s tekintetben, akkor milyen tapasztalatot, tanulságot tudnál, vagy akár üzenetet a döntéshozók felé megfogalmazni? Ez már egy nehezebb dolog, igen, csak megfogalmazás van, ez egy nagyon hosszú út, de az is igaz, hogy az Európai Bizottság most terjesztette be és elfogadásra került az Európai Rehabilitációs Tervet, ami azt jelenti, hogy minden nemzetnek ki kell dolgozni a veszélyeztetett élőhelyeknek a rehabilitációs tervét, hisz már ez nem köztudott, hogy annak hogy Natura 2000-esek a területek 20%-a van jól kezelve, tehát nagyon sokat vesztettünk, és ezek a projektek minibe mutatják, hogy igen, egy vizes élőhelyet is fel lehet javítani pénzügyi eszközökkel, tehát van mit tenni, és erre lesz egy jó rehabilitációs terv az Európai Bizottságnak, és ha ez jól állunk hozzá, és ezek a projektek hatásai, eredményei beépülnek, akkor tényleg lehet valami jót alkotni. Azt már tudjuk, hogy széndioxid megkötés az egyik legfontosabb EU policy, EU politika, hogy ebbe való a kibocsátásnak a csökkentése, illetve a megkötésnek a valahogy növelése, és a mi projektünk is ezt a célt részben kiszolgálja, hisz most már a sok tanulmány született tudomány arról, hogy a vizes élőhelyek széndioxid megkötése az a legmagasabb az Európai Unió területén, mint élőhely, és megelőzi az erdőterületeket, sőt, azt kell mondani, hogy megelőzi a trópusi esőerdők széndioxid megkötését is. Tehát igazából azt feltételezzük, hogy number one, a legjobb széndioxid megkötők a vizes élőhelyek, tehát mindenképp őket kellene bevonni valahogy a kibocsátás enyhítésébe, és nem csak gazdasági és technikai eszközöket kéne használni, mint hogy elektromos autók és kevesebb forgalom, stb., hanem mi azt javasolnánk, hogy ha történik valahol valami beruházás, ami kimagaslóan széndioxid kibocsátással jár, egy új gyárüzem, vagy természeti területet kell elvenni valami gazdasági akcióra, akkor szülessen mellette egy olyan vizes élőhely rehabilitáció, ami ezt kompenzálja, illetve ki is lehetne számolni igazából az értékeket, amennyit kibocsájt a jövő, vagy akkora nagyságú vizes élőhely, amit ezt meg tudja kötni, kompenzálja ezt a hatást természetesen a legközelebb eső területen. Ezt nagyon jó lehetne beletenni ebbe a EU rehabilitációs terv, ugye ez még egy koncepció, most kerül kidolgozásra, ezt mindenképpen majd javasoljuk pályázati szinten is, hogy egy ilyen elemmel egész jön ki. Ugye ez nagyon bonyolult, mert mi nem vagyunk jogászok, tehát lehet ez sok bizottság vagy EU-s jogot sért, hogy meghatározol egy ilyen elemet. Ez jó lenne látni, hogy amikor nem tüntetünk egy gyár ellen, hanem azt mondjuk, hogy oké, elfogadható gazdasági érdek, de akkor a természet se károsuljon, ő se legyen vesztes ebben a szituációban, amennyit elveszel, vagy amennyivel kibocsájtod, akkor a vizes élőhely mellette, így a vizes élőhelyeknek is segítenénk, és a széndioxid kibocsátást is tudnánk mérsékelni természetes körülmények között hosszú távon fenntartható módon. Ez az egyik, amit szerintünk javaslunk, és javasolni fogunk a jövőben is az EU policy-re. A másik pedig egy ettől is merészebb elképzelés, ez a 2004-ben már mi ezt pedzegettük az akkor megjelent Holtvány Madárvilága című könyvünkben, hogy a természetet, ugye most szabadon, amit mondtam, hogy egy gyár épül, az természet használatáért nem kell fizetni senkinek, az úgymond ingyen van. Nincs semmi, nincs ingyen, de a természetnek a fogyasztása, a használata az még mindig nem pénzesített. Ugye mi természetvédünk sokat azt mondjuk, hogy már nem jó, ha pénzesítjük, már az egész világ pénzről szól, akkor legalább a természet ne szóljon erről.
De így viszont nem fenntartható és nem megőrizhető, mert a gazdasági szereplőknek értéktelen, mivel nem pénzesített. Tehát mindenképpen, annak ellenére, hogy ez problémát okozhat, morális problémát okozhat, mi azt gondoljuk, hogy pénzesíteni kellene igenis a természetet, tehát a természet ökoszisztéma szolgáltatását, azt forintosítani kellene. A legújabb kutatások is azt mondják, hogy már nem forintosítják az ökoszisztéma szolgáltatásokat, hanem csoportosítják, és csak térképeken jelölik fel, térképezik, és a kapcsolati rendszereket tárják fel, de már a pénzesítés nem tartozik szorosan ebbe az ökoszisztéma szolgáltatás felmérésbe, de mi mégis szeretnénk ebben visszamenni, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy ha a természeti állapot javul, akkor az ökoszisztéma szolgáltatások állapota javul, illetve a nagysága, a pénzben kifejezett értéke is javul. És ha ez beszámítható lenne mindenkori nemzeti GDP-be, akkor az államoknak egy sokkal fontosabb lenne maga a természet megőrzése, hisz a GDP-nek a növelése ugye az egy elvárt EU-s direktíva, tehát az mindenkori államoknak ezt mérlegelni kell, hogy a GDP növekedésnek meg vannak határozva a különböző szempontjai, és a természet védelmével azok a, különösen azok az országok, akik a természeti állapota még jó, és maga a gazdasági állapota kevésbé, pont ez a közép-európai ország, vagy közép-európai, kelet-európai ország, ahol még a természet állapota jó, ott ha beleszámolhatnánk a GDP-be magát a természetnek a szolgáltatását, akkor a természet megőrzése sokkal fontosabb lenne a mindenkori kormányoknak, illetve nem lépnénk ugyanabba a hibába, mint a nyugat-európaiak, hogy egy kicsit túlhasználták a természetüket, és most nagy pénzt ölnek bele, hogy visszaállítsák az eredetire. Most nekünk nem kellene végigmenni ezen a lépcsőn, hanem ha itt megállnánk, akkor még a természetnek az állapota, még feljavítva ezekkel a rehabilitációs tervekkel, akkor igazán magas szinten meg lehetne őrizni. Ha ez még be is számítható a GDP-be, akkor viszont biztos, hogy minden politikusnak is fókuszába kell. Ne haragudj, hogy közbevágok, ugyan abszolút egyetértek vele, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásoknak az értékelése az nagyon fontos, és pénzben kifejezett értékelése meg még inkább, hogy ez a napi gyakorlatban is, a nem szakmai gyakorlatban is mondjam, súlya legyen, vagy szerepe legyen. A mi projektünk, az Ecoadvance projekt ugye pont ugyanezeket, pont azért született, hogy az ilyen tapasztalatokat és az ilyen véleményeket összegyűjtse tőletek, akik restaurációs projekteket csináltatok, meg csináltok is folyamatosan. Éppen ezért mi is azon leszünk, hogy ez az ötletetek, ha ti is beírjátok majd a pályázatnak a zárásába, van nem tudom, ilyen összegzésébe, az mindenképpen fontos és hasznos lesz, és mi is azon leszünk, hogy ez átmenjen a mi pályázatunkon keresztül is a döntéshozók felé. Én azt gondolom, hogy megköszönöm a segítségedet, meg a rendelkezés állásodat, hogy elmondtad nekünk a tapasztalataidat. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a megtisztelő figyelmet, és sok sikert kívánok, Zoli, nektek a pályázat zárásához és a sikeres véghezviteléhez. Én is köszönöm, és akkor további együttműködés reményében minden jót nektek. Minden jót, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!